Sziasztok! A 34. héten belülről fogunk védekezni és visszatámadni, valamint kintről fogunk lábat söpörni. Az összes falok technikánál láthattátok, hogy ugye szembe állok, egy ilyen vászélességű terkezben és rogyasztott térdel vagyok, aminek csak annyi a jelentősége, hogyha már egy helyben kell maradni, akkor mindenképpen ne kifeszített térdel legyen, mert sokkal instabilabb, szóval sülyeszteni kell az állást, és innen fogunk tudni dolgozni. Küzdelemben ritka ez a helyzet, amikor helyben kell maradnod, de ha kell, akkor rögtön sülyesz állást, ez nagyon-nagyon fontos. Felülről védekezek, ökkölvel támadok a kéz hát felüli részével, majd visszajön a másik kart védekezni.